Én Öcsi vagyok, és most KFC-s sikemet fogunk sütni! És most jönnek az összetevők! Mivel KFC-s sikemet csinálunk, ezért feltétlenül kell hozzá csirkemet. Szóval, csirkecsecs! Sok fos fűszer! Liszt! A sóhoz kimaradt a fűszerek közül. Tartsó! Kukoricapehűj! Nem látszik! Szóval kukoricapehely! Krumpli! Két cuki kis tojáska. És a klasszikus konyhai szerszámok! Amik elengedhetetlenek a főzésnél. Kezdjünk neki főzni! Itt látom a csirkék, ezeket fogjuk szépen kikloffolni meg minden, szépen felvágjuk darabokra, levágjuk a felesleges lopaszt, és erre segítségünkre jön egy AK-47-es bajonet. Szóval... Nem bírnám ki, még megsorol a szar, ezért eszek egy kis ilyen kis tuccos, úgyhogy bajoszünet van. És akkor most kezdjük neki kloffolni! A fasza Nokia 32-es kalapács kloffolóval és kloffoljuk. Hoppá. Szerintem ez így nem lesz jó, mert kicsit olyan lyukacsos lett. Baseball ütővel hátha jobb lesz! Miért csak oda? Ó, milyen fasza lett! Hát mintha mindhával csináltam volna. Na ez így jó! Szóval itt vannak ezek a gyönyörűen kikloffolt húsok. Nem tudok beszélni sem, annos meg... Mi van? Faszán megsózzuk! És megrakjuk a hűtőmelyeket! Szóval most ezt a kurva sok fűszer hozzáadjuk ehhez az egybögre izéhez. Leszthez. Így jó kis lisztig, így... Az adjuk hozzá sok szart, négy meg így. Dobáljuk bele fele. Mivel a petrezselyem az így felvágva, ezért fel kell vágni. Petrezselyünket így szépségesen felnyisszöntjük. Egy ilyen... Kérlek. Erővágó cuccmák izével. Szépen bele kell darabgálni. Kell bele egy little bit fokhagyma is, de mivel nincs itt ilyen izé, elég ilyen izé, hogy megvan bele ilyen ilyet. És akkor ezt most hozzá kell keverni ehhez. Most a félig megzabált kukoricapehet kell össze darálni vagy csinálni. Tehát akkor ezt most apró darabokra kéne törni. Mivel szerintem ez is sokáig tartana, ezért vibrálva fogjuk megcsinálni. Pucoljunk! Újfajta pucolási módszert találtam fel. Nem éppen volt hatásos, csak kicsit robbant, felrobbant egy picit. Meg puskaporos lett, de... jó van az így! Gyerünk tovább! Pucolom a krumplit. Meg van pucolva! Most már csak fel kell őket vágni! Így. Fel van vágva! És akkor most törjük össze a tojásokat! Süt-süt. És most panírozzuk össze, panírozzuk a húst meg! Már mi kell össze? Liszt? Meglisztezzük, így szépségesen. Kell egy little bit tojás neki. Liszt. Tojás. Kukoricapehely. Ó, ja, schön! Milyen gütő, schön! Lehet őket már sütni is! Nézzük meg milyen szépet! Hú, de jó, de jó! És most süssük megfele ezt, meg minden süssük megfele! Tökéletesen szépen süldögél megfele a kis cuki kis sülkurulompájunk. A olil, vagy mi az olaj belegszik a izének, a chickennek, a chickennek. Süljél már megfele! Kész a krumpli! Megsült el is! Kész van! Mmm, de finom!